Közös csobbanással ünnepeltek Tiszalökön vasárnap. Ebben az évben a Szabolcs megyei településen szervezték a WWF Magyarország központi eseményét. A kezdeményezés 2008 óta már hagyománnyá vált hazánkban is. 2015 óta pedig a településeket is megpróbálja bevonni a természetvédelmi szervezet. Így az elmúlt két évben 16 településen már több ezren ugrottak vízbe. Céljuk, hogy felhívják a figyelmet folyóink szennyezettségére, amely nem minden esetben csak a külföldről érkező hulladékmennyiségnek köszönhető. Itthon is, hogyha az ártereket megnézzük, sajnos nagyon sokan hagyunk magunk után szemetet, ami ezt tovább rontja ezt a helyzetet, tehát a hulladék kérdés mindenképpen fontos. De nagyon sok egyéb olyan dolog van, amellyel szembe kell nézni. Például a Tisza mentén nagyon sok helyen elszaporodott a gyalogakác, amely egy invazív, idegenhonos, tehát Észak-Amerikából származó növény, viszont abszolút kiirtja az őshonos növényeket, a madarak nem tudnak fészkelni a törzsére, és az árvízvédelmi kockázatokat is egyébként emeli. A Petkupa hajói is Tiszalökön kötöttek ki, ebben az évben már ötödik alkalommal szervezték meg az akciót. A csapatok saját maguknak építettek hajókat, főleg petpalackokból. Idén Dombrádról indultak és Tiszalökig gyűjtötték össze az eldobált palackokat a vízről és árterekről. Egy hét alatt összesen 100 köbméternyit. Ezzel az egyedi közel 4000 darab petpalackból készült hajóval is járták a Tiszát. 16 csapat vágott neki idén a Tiszának, de úgy kell ezt elképzelni, hogy a 16 PET hajót kísérte legalább 30 kenu, 4 motoros, ezek között az egyik az a Petényi volt, amely a világ első hulladékon lebegő hulladékgyűjtő hajója, ez itt látható mögöttem, illetve a vízimentők és a vízirendőrség, akiknek nagy-nagy köszönetet szeretnék mondani, mert minden nehézség ellenére vihar, komplikációk sikerült folyamatosan a biztonságunkat szavatolni. Az összegyűjtött hulladékot önkéntesek pakolták, és még a hét elején elszállítja majd a szolgáltató, közölte Tiszalök polgármestere. Gömze Sándor hozzátette, első alkalommal biztosítottak helyszínt a nagyugrásnak, de reméli, hogy a WWF csapata hamarosan visszatér a településre. A mi folyónk, a mi Tiszánk, az nagyon megszenvedi, főleg a külföldről bejövő szennyeződések miatt az állagromlását, a növényvilága, az állatvilága, a példa, amit itt nekünk bemutattak, szörnyű. Tehát naponta 200-220 zsákkal gyűjtöttek be műanyag és ehhez hasonló hulladékokat. El lehet gondolni, hogy globálisan akkor milyen mennyiségekről beszélünk, és a Tisza megérdemli azt, hogy óvjuk, vigyázzuk. Európa szerte több mint 500 helyszínen 100 000 csatlakoztak a nagyugrás akcióhoz, amelynek része volt a tiszalöki csapat is.